Igen, ez ilyen háttérbe így feladok, hogy ez itt a kókuszcsoport. Azt szeretnél? Üdvözlít a fókuszcsoport! Fókuszcsoport! Gondoltam, ma már jó idő lesz, úgyhogy kiülök forgatni, de hát annyira nincs jó idő, de csak azért is kiültem forgatni, ha már itt egy kert. Van egy youtuber, aki csinálja ilyeneket, hogy minden hónap összefoglalja, hogy miket látott. Én azt szerettem valamiért, és gondoltam, én is csinálok ilyet, de aztán az első hónap végén eljöttem, hogy annyi dolgot azért nem láttam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább negyed évente összefoglalom, hogy milyen filmeket, sorozatokat néztem, és egy ilyen gyors összefoglalót mondok róluk, hát ha valami megtetszik. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit filmekről, sorozatokról, kicsit szabadon. Kezdjük is el. Nagyon röviden fogunk mindenről beszélni, nem egy mély elemzések lesznek, csak egy rövid, pármondatos vélemény. Egy könyvet olvastam el, úgyhogy be is fejeztem, többet elkezdtem, de csak ezt szégyen szemre, csak a Sapiens-t fejeztem be egyenlőre. Az egész emberiség történetéről szól, nagyon érdekes összefüggésekre világít rá, nagyon érdekes kérdéseket feszeget, majd felrobbant az agyam tőle néha. Többet tanultam belőle, mint az összes történelem könyvből együtt szerintem, mert itt nem évszámokat magoltat, hanem az összefüggéseket vizsgálja, és sokkal többet ad szerintem, mint bármelyik történelemkönyv. Amúgy azt el lehet mondani, hogy itt általában jó dolgokról beszélünk, mert már nagyon megválogatom, hogy milyen filmet nézek, milyen sorozatot. Főleg mióta ugye gyerek van, azért kevesebb idő van filmet nézni, és főleg végignézni, főleg addig, amíg még nem aludj át az estét. Szóval olyanokat nézek meg általában, amit tudom, hogy jó lesz. Felírtam YouTube-on. Hát nyilván sokkal több jó YouTube videó volt, csak ezt egy idő után nem jegyzeteltem ezeket ki. De három YouTube videó megmaradt mindenképpen. Az egyik a Yes Theory-nak volt egy videója, amikor azon cím, hogy egy idegen utolsó három hónapja. Érdekes videó, nézzétek meg, meg az a csatornát, azt imádom. Idén néztem egy videót egy nagyon furcsa képről, ami aztán elvezetett a demenciáról szóló albumig. Az egy nagyon érdekes videó, az inspirált egy 6 lépés videót is, úgyhogy az is nagyon megragadt. Még az megragadt, amikor a Melon, a kedvenc youtuberem Fantano elérzékenyült egy track review-ban, az egy új Mac Miller számon, az nagyon megragadt. Nyilván még rengeteg jó YouTube videó volt, csak most ezek így megragadtak bennem. Gyors átszaladtam a Wikipédián, milyen lemezek jelentek meg. Hát nagyon le vagyok maradva, tizedét se tudtam hallgatni annak, amit így megszerettem volna, úgyhogy most csak pár lemezt mondok, és mindegyik lemezről legalább 10 jut, amiről még kéne beszélnem, de most valahogy nem jutottam odáig, vagy csak épp elfelejtettem. Poppy-tól az I Disagree. Ez egy érdekes album, alapból ez egy érdekes, a Poppy nagyon érdekes, és nagyon szeretem. Popot keveri a metallal. Érdekes, nagyon jó. Grimes új albumát is felírtam, mert én szeretem ezt a kicsit ilyen dark electro, fura katyvasz. Aztán Halsey-től a Manic-et. Volt pár szám, amit eddig is szeretem, de ez az új album, ez tényleg kiváló, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szereti a jó popzenét. És még felírtam Krúbitól az Ösztönlényt, ami az elmúlt három hónapból talán a kedvenc albumom. Én is meglepődtem, zeneileg is nagyon érdekes, szövegileg is nagyon jó, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt is, de már beszéltünk róla. Néztem doksi filmeket, hát nem annyit, mint szerettem volna, rájöttem, hogy nagyon jó doksi filmek vannak akár a Netflixen is, úgyhogy érdemes megnézni őket. Hármat láttam, úgyhogy ha a top listát kéne állítanom, akkor a harmadik volt ez a Creative Brain. Inkább egy igényes YouTube videó volt, mint egy tényleg dokumentumfilm, de ha úgy nézzük, hogy egy igényes YouTube videó, ami mondjuk Netflixen van, akkor annak tök jó. Aztán megnéztem a Behind the Curve-t, az legyen a második, ami a laposföld hívőkről szól, és nem úgy, ahogy várod, hogy majd ott alázzák őket, hanem tényleg kicsit próbál mögé nézni annak, hogy mi az oka, hogy ennyi ember ilyen hülyeséget elhisz, és nagyon-nagyon tetszett. A végén az utolsó pár perc meg akkora csattanó, hogy azt többször visszanéztem. Nagyon jó film. Első a Game Changers, a húsnak az egészségügyi vonzatairól szól. Nyilván nem mondom azt, hogy ez teljesen biztosan igaz, de azért elég meggyőző volt nekem az a film. Nem is lettem tőle vegán, de mindenképp sokkal kevesebb húst fogyasztok. Most már nem, mert most itthon vagyok karanténban, és itthon azért na mindegy, de mondjuk Budapesten ebédet általában vega futáról rendelem, és még finomabb kaják is vannak, mint a többi rendelős oldalon. Arra jöttem rá, hogy rengeteg jó vega kaja van. Ugyanúgy eszek hús, de kevesebbet próbálok figyelni rá. Lehet felröcsögni a vegákra, meg minden, tudom, én is ilyen voltam, de előtte azért nézzük meg ezt a filmet. Három sorozatot néztem most, a Witcher,
arról már beszéltem. BoJack Horseman, arról is beszéltem egy külön videóban, és most jutottam el odáig, hogy befejeztem Parks and Recreation-t, és imádtam a végét. Azt mondták, az utolsó két évad már annyira nem erős. Elment a kedvenc karakterem, a Chris. Gondoltam, hogy gyengébb lesz, de nem, nagyon jó volt. Imádom összes karaktert, úgyhogy ugye az Office után kezdtem el, és az elején még nem volt ilyen lenyűgöző, de egyre jobb lett ez a sorozat. A Marvelous Mrs. Maisel miatt minden évben előfizetek Amazonra, aztán elfelejtem lemondani, és akkor hát, ha már elő vagyok fizetve, hogy nem drága, azt hiszem $3 az első 6 hónapban havonta. És ott volt az Office, azt megnéztem, mert be akartam pótolni, és nagyon jó volt. És utána akkor megnéztem a Parks and Recreation-t is. Hát ez egy több mint egy év volt így, ezt a két sorozatot letolni, talán másfél is volt. De mindkettő nagyon jó volt. És akkor 13 filmet néztem meg az elmúlt 3 hónapban, ami nagyon kevés. Megfogadtam, hogy heti 2 filmet megnézek minimum, de hát nem sikerült. Hát most moziba egy ideig nem fog menni. Nem baj, van mit bepótolni, van egy rohadt hosszú lista, hogy milyen filmeket kéne megnézni. Úgyhogy most beszéljünk egy kicsit a filmekről. 13. a Cell Block 99. Talán az egyetlen a listán, ami egy kicsit csalódás volt. Nekem gyengém az ilyen börtönös filmek, meg sorozatok. Érdekes volt ez a ilyen lassú felépítése, meg ez a brutalitása, de szerintem nem feltétlen érte meg annyira megnézni. 12. a Jojo Rabbit, ami egy tragikomédia volt, a náci világban mindenképp érdekes koncepció. Annyira nekem nem volt maradandó, kicsit felejthető volt. 11. Marriage Story, jók voltak a színészek, tetszett, hogy ilyen természetesnek tűntek a párbeszédek. Emlékezetes és jó film, de nem érzem, hogy ezt nekem újra meg kéne néznem. 10. Lighthouse, én erről csak szuperlatívuszokban hallottam. Érdekes film volt. Örülök, hogy megnéztük, de így érzelmileg nem érintett meg, inkább érdekes volt, és szokatlan. Úgyhogy örülök, hogy van ilyen szokatlan filmet. És láttuk, nyilván az alakítások zseniálisak voltak. Művészfilm, de a Jobbik fajtából. Aztán 9. Róma, ezt már régóta be akartam pótolni, kicsit féltem tőle, hogyha tudom, hogy úgyis meg akarok nézni egy filmet, akkor nem nézek trélert, semmit, csak hogy vagy így tiszta lappal így leüljek és megnézem. Egyáltalán nem erre gondoltam, hogy ez lesz belőle. Hát története nem sok van, inkább egy ilyen hangulat az egész film. És annak ellenére, hogy fekete-fehér, vagy pont emiatt, nem tudom mivel vették fel, milyen szűrővel, vagy milyen optikákkal, de valami gyönyörűen nézett ki minden kép. Nyilván a kompozíciók miatt is, de valahogy az egész. Valami érdekesebb technikával vették fel, mert nagyon szép kompozíciók, hosszú snittek. Technikailag és képileg egyszerűen lenyűgözően jó film volt. Nyilván nem kell minden filmnek a világ legcsavarosabb sztoriának lenni. Ez egy olyan egy életszituáció, ami nagyon távol áll attól, amit én valaha át fogok élni, úgyhogy érdekes mindig egy ilyen más perspektívát látni, és az külön jó volt, hogy ilyen gyönyörűen lett felvéve. Nyilván, hogyha nem lett volna ilyen gyönyörűen felvéve, akkor lehet, hogy meguntam volna a felénél, de így azért öröm volt nézni. Little Woman. Igen, ettől kicsit féltem. Nem szerettem az ilyen kosztumos dolgokat, de ez nagyon-nagyon tetszett. Végig lekötött, meg nem is szerettem annyira a Lady Bird-öt, ennek a rendezőnek az előző filmjét, ezt viszont nagyon szerettem. Szerettem a karaktereket, jó volt a sztori, vicces volt, érdemes mindenkinek megnézni, annak is, aki kicsit féltett a kosztumos, lányos filmektől elméletek, nagyon jó volt a Little Woman. 7. Memories of Murder, igen, a Bong Joon-ho, lehet biztos, hogy rosszul ejtettem ki, de ugye tavaly, nem tudom, ősszel néztünk meg, és akkor annyira megtetszett a élősködők, hogy mondom, ennek a rendezőnek az a többi filmet is meg kell nézni, és a Memories of Murder az egyik ilyen alapfilmje, és tényleg nagyon jó volt, ez is Dél-Koreában játszódik, egy gyilkosság, ugyanaz a főszereplő, mint az élősködőkben, vele sokat forgat ez a rendező, csak egy pont annyira más az a korai hangulat benne, hogy még ez csak egy plusz érdekesség, de amúgy az akár lehetne egy amcsi film is, szóval csodálkozok is, hogy nem csináltak belőle remake-et, lehet, hogy csináltak. 6. Before Sunset, ez egy trilógia, második része, Orsi nagy kedvence, úgyhogy ezt is bepótoltuk, és én pótoltam be, mert nyilván ismeri. Nem tudtam eldönteni, hogy jobban tetszette, mint az első, ami a Before Sunrise volt, ami ugye Bécsbe játszódott, ez Párizsbe, ez gyakorlatilag egy két ember beszélgetése. Ez a film is, meg az előző is az volt, és az egész film gyakorlatilag egy párbeszéd, és ezért nyilván elég tömény, de annyira jó a párbeszéd, és annyira jól játsszák el, hogy öröm nézni. Elég rövid film, és ez, azt hiszem másfél óra sincs ez a film, de
nem is baj, mert azért folyamatosan beszélnek, folyamatosan párbeszéd van, az két órán keresztül már lehet, hogy kicsit elfáradna benne az ember. Tehát nagyon jó hangulat van ennek a filmnek, úgyhogy várom a harmadik részt is. Knives Out, ötödik, erről is már beszéltem a csatornán. Én nem mondom azt, hogy tudtam előre a csavarokat, mert nem tudtam, mert hülye vagyok. Egy olyan film, amit így, hogy bármikor így azt tudom mondani, hogy ha nem láttad, rakd be és imádni fogod. Nem tudom elkezdeni, hogy valakinek ne tetszen. Negyedik, The Prisoners. Denis Villeneuve a rendezőt, nagyon szeretem. Úgyhogy gondoltam, hogy bepótolom a Prisoners-t is, mert ez egy klasszikus filmje, és tényleg elég jó. Valljuk be, Jake Gyllenhaal a lényeg, ő bármiben van, imádom. Ott volt a Wolverine is, ő is nagyon jó volt, de hát Jake Gyllenhaal, mindig öröm nézni, egy ilyen elég hosszú film, de nem volt annak ellenére sem unalmas, egy percig sem. Ez is fent van Netflixen, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg. Harmadiknak írtam a Gentleman-t. Tipikus Guy Ritchie film, amit tényleg öröm végig nézni. Egyszerűen alig várod a következő jelentet, alig várod a következő párbeszédet. Ebből meg tudnék nézni egy sorozatot, de ha tényleg minden héten jön neki egy Guy Ritchie film, akkor meg tudnám nézni minden héten ezt a Guy Ritchie filmet, mert nem depizel utána, nem elgondolkoz utána, hanem egyszerűen csak olyan rohadtul szórakoztatóak, hogy alig várom, hogy Guy Ritchie újra ilyen filmet csináljon, és ha ebben a stílusban marad örökre a Guy Ritchie, azt se bánom, mert ha mindegyik film ilyen szórakoztató lesz, akkor nem csinálhat ezeret. Második, a Meyerowitz Stories. Ugyanaz az ember rendezte és írta, mint a Marriage Story-t, és ugyanúgy Netflixes film. Nekem ez sokkal jobban tetszett, mint a Marriage Story. Érdekesebbek voltak a karakterek, érdekesebb volt a szituáció. Nem annyira dráma volt az egész, hanem sokkal több humora volt. Ez az egyik film, ugye mostanában, amiben Adam Sandler van, és kurva jó. Uncle Jamet még nem láttam, de az is terben van. És még csak nem is Adam Sandler a legjobb ebben a filmben, hanem szerintem a Ben Stiller. De mindenki nagyon jól van a filmben igazából. Ez egy öröm volt nézni ezt a filmet, és ez is a tipikus hitelesek a párbeszédek, annyira hitelesek a karakterek, és annyira ilyen átérezhető. Ennek a rendezőnek a stílusa tényleg benne van az, hogy tényleg valahogy nagyon hiteles tud lenni így a környezet, az emberek, a szituációk. Közben azért megy a sztori, és érdekes marad, de közben az egészet elhiszed, hogy ez megtörténik most ott. És az első egy film, amit már tavaly láttam, és most újra megnéztem idén, az a Élősködők. És nagyon jó. Ez másodjára is zseniális volt ez a film. Szuperlatívuszokban beszéltünk minden kis részletről, a színészektől kezdve a rendezésen át, a operatőri munkáig, a történet. Látszik, hogy profi munka mindenki részéről, és nagyon szórakoztató film. És aki nem látta, az mindenképp nézze meg. Ne húzza a száját arról, hogy délkorai film, hanem legyen egy kis agya, és nézze meg, mert rohadt jó, és ne szinkronnal létszi, mert az elég fura lesz. Nem arról szól ez a film, hogy folyamatos párbeszédben vannak, és ha már délkorai filmet nézek, akkor sokat hozzátesz az eredeti nyelv. Ezt a 13 filmet néztem, most nem volt egy film sem, amit így kifejezetten utáltam volna. Írjátok meg, melyik volt a legjobb 3 film eddig idén, amit láttatok. És akkor 3 hónap múlva újra beszélgetünk. Minden este szinte Civilization 5-ezni fogunk. De azért próbálok filmeket is nézni. Nézzetek ti is sok filmet, és ne nézzetek annyi sorozatot. Bár én nem megfogadtam, hogy már csak olyan sorozatokat kezdek el, amik befejeződtek, és még évek múlva is így szuperlatívoszokban beszélnek az emberek róla, mert annyi új sorozat jön mostanában, hogy könnyű mindig, hogy megfertőzzön a hype. De hogyha valami évek azután is, hogy véget ért, még mindig azt mondják, hogy milyen jó, akkor az valószínűleg olyan sorozat, ami egyfelől úgy lett vége, hogy nem baszták el, mint annak Dextert. És tényleg jó sorozat, tehát ha még évek múlva is pozitív példaként tekintenek rá, úgyhogy annyira terített a sorozat piac, hogy szerintem nekem elég lesz mostantól az, ami ilyen kult státuszt kap. Mr. Robot az ilyen, amit hogy jövőre majd megnézek. Na, túl sokat pofázok. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap egy élőadás jön, amiben a koronavírusról szóló magyar dalokat fogjuk eldönteni, hogy cringe vagy jó. Valami ilyesmi lesz a koncepció. Két meglepetés vendéggel, úgyhogy tartsatok velünk holnap 5-től kb. Ja, ennyi. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super.